Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Nézzük, hogyan indul a kis autó. Hát most mínusz 9 fokot mutatott a hőmérő. Kis Polszki arról lett híres egyébként, még az 500, az első 600-as, hogy lefagyasztották mínusz 60 fokra, beletették az aksét, a gyújtókábelt, a benzint, és indult. Húzunk rá egy szivatót. Töltése is van. Most fog még pörögni is egy kicsit a motorja, jobban fel fog pörögni, ahogy észhez tér a fiú. Ilyenkor nem szereti, hogyha nyomkodják a gázpedált, egy kicsit melegednie kell, ugye hát léghűtéses, és a léghűtéses nem szereti, hogyha babrágatják, míg nem éri el azt a hőmérsékletet, amit ő szeret. Bekapcsolunk egy hátsó ablakfűtést is, hogy lássuk, hogy hogyan melegít. Köztyűmet elteszem innen ebbe. Jaj! Ezek a beleköpködések lehetnek gyújtás is, meg lehet a karburátor pillangó szelep, pillangó tengely kikopik aztán. Nem igazán, tehát falstot kap magyarul. Hát ezt ki is kapcsolom, mert nincs értelme, hogy érdekítás működik. Vészvillagó is. No, hát karburátor gondok vannak itt, én úgy hallom. De majd lesz vele valami. Aztán lelket verünk a srácba. Ha visszanyomom a szivatót, akkor kisebb fordulaton dolgozik. Hát ez egy 90-es évjáratú kis autó. Na köszönöm a figyelmet, szervusztok!